Minden párkapcsolat egy természetes fejlődésen megy keresztül, ebbe beletartoznak a különféle konfliktusok is, mondta Kozma-Vízkeleti Dániel, családpszichoterapeuta a Tankerületi Szabadegyetemen. A párkapcsolatunkban van egy csomó olyan nehézség, ami tulajdonképpen előre kiszámítható, így akár föl is tudunk rá készülni, nem ér bennünket meglepetésként, ha tudunk róla, hogy például a párkapcsolat harmadik-negyedik évében szokás megharcolni a közös szabályokat, hogyan nyomjuk a fogkrémes tubust, mire áldozunk a pénzből, hogyan töltjük a hétvégéket, mi a fontos számunkra, mi a higiénia, mi a rend, kell-e szalvéta az asztalhoz, vagy annál sokkal fontosabb dolgok is vannak. Ezeknek a szabályoknak a kialakítása általában konfliktusokkal jár. Hogyha ezt tudjuk előre, rákészülünk, vannak eszközeink, hogy ezeket a vitákat megharcoljuk, akkor ez nem megterheli a kapcsolatot, hanem gazdagítja. Ezért jó tudni erről, hiszen akik ezt nem veszik számításba, sokszor megijednek és a megoldás helyett a szakítást, elválást választják, mondta a pszichoterapeuta, aki már 2 évtizede dolgozik a szakmában. Kozma-Vízkeleti Dániel arról is beszélt, hogyan hat kapcsolatainkra a felgyorsult világ és az online élet. Egy olyan életmódot alakítottunk ki, ami nagyon sok mindent megkönnyít, de pont a kapcsolatok ápolását, fenntartását, gazdagítását nem annyira, hiszen pont arra szánunk kevesebb időt, hogy a számunkra fontos személyekkel valós kapcsolatot leüljünk beszélgetni, egyeztessünk dolgokról. Nagyon sok mindent csinálunk, nagyon sok minden hozzáférhető, nagyon sok időt töltünk a világhálón, sokakkal egyeztetünk, de azokkal, akik igazán fontosak a számunkra, kevesebb időt, energiát töltünk, és hát lemondtunk olyan dolgokról a kapcsolatunk autonómia hangsúlyával összefüggésben, hogy például alkalmazkodjunk egymáshoz, figyeljünk egymás szükségleteire. A családban, illetve az elkötelezett párkapcsolatban élés így sokkal nehezebbé vált, hangsúlyozta. A pszichoterapeuta kitért arra is, hogy a gyerekekre akkor nincs rossz hatással a szülők konfliktusa, ha látja azt, hogy dolgoznak a megoldáson, és mindenki tartja magát a megbeszéltekhez.